És akkor az egészségügytől vissza a pártpolitikába, vagy legalábbis a kerületi politikába, mert hogy a második kerület polgármestere Őrsi Gergely a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És a beszélgetésünk egyik apropója, hogy hát az látszott, hogy keresgélt a Fidesz, hogy ki legyen az ön kihívója, és most kiderült, hogy megtalálták Dombi Rodolf olimpiai bajnok kajakozó személyében, ami valószínűleg önöknek nem volt akkora meglepetés, mert azért már jó pár hónapja a kerület nyilvánosságában Ő megjelent, viszont most a Magyar Nemzetnek adott is egy interjút, amiben úgy fogalmazott, hogy szerinte alapvetően az a gond, hogy az egyik oldalon korábban a Fidesz építette a kerületet, önök meg látvány politizálást folytatnak. Például említette erre példaképpen, hogy a nagy beruházások az előző Fideszes vezetés ideje a történtek, szélkelmentér felújítása, fonódó villamos hálózat, millenális szélkapó és társai. Kezdjük innen. Igen, hát ugye nem a pártpolitikába térünk vissza valóban, hanem a kerületi politikába. Itt az, az, az nem meglepő, hogy az embernek a Fidesz állít egy kihívót. Ez természetesen számít az ember egy választások közelettével. Ez egy teljesen belátható és valószínűsíthető dolog. Az, hogy a, a, a beruházások, ő, amiket felsoroltak a Fidesz jelöltje és a kormánypártok, azok egyrészt ugye egyikük sem volt kerületi beruházás, másrészt azért, mi a kezdetektől fogva azt mondjuk, hogy a nagyberuházások, azok nem feltétlenül erről kell szólni az önkormányzati politikának. Itt példaként azért a Gyarmati-Dezső-Uszoda, aminek a mai napig peres eljárások tömegei zajlanak, és 7,5 milliárd forintba került, és közel 300 millió forintot zároltak a különböző büntetőügyekben és büntetőfejjelentések kapcsán az önkormányzat zárásáról. Azt én inkább nem emlegetném pozitív példaként, már kétségkívül, hogy van egy jó szoda, hogyha az egyébként megfelelő minőségben és korrekten épült volna fel, az még inkább más lett volna. Azért a látványberuházásnak, vagy látványpolitizálásnak nevezni mondjuk a 24 ezer négyzetméteres közösségi ligetet, az, hogy végre megújult a Kapás utcai rendelőintézet, az, hogy egy párti helyén nyitottunk egy orvosi rendelőt, az, hogy zöldítettük és élettel töltjük meg a Margit körútat, és elsőként fákat ültettünk egy nagy körúti környezetben. Az, hogy számtalan olyan parkfejlesztés van, ami építési telkek területén. Nyilván a volumen ezeknek a beruházásoknak lényegesen különböző vagy kisebb, mint amiket ő említ. No, pláne, ugye az önkormányzatnak ilyenekre most pénzese lenne azért, ezt tegyük hozzá. Az csak nem, önkormányzati formúli. beruházások voltak. Én a volumennel és a hangsúlyjal vitatkoznék. Mi szerintem a legnagyobb eredmény, amit nem hiszem, hogy látvány politizálásnak kell hívni, vagy látszat politizálásnak, hogy az önkormányzat figyel az ott élőkre, és Azért van, hogy az ő problémáik és az ő életminőségük javuljon. És lehet azt mondani, hogy egy rendelőintézet felújítása az nem fontos, de az, hogy az előző beszélgetésekből is hallottunk, ugye gyakorlatilag minden egyes választás előtt a kormánypártok megígérték például a János Kórháznak a felújítását, ami most éppen ő, nem fogad jó pár osztályon második kerületi betegeket, és pont most készülünk arra, hogy egy kis busszal szállítsuk a második kerületi önkormányzat finanszírozásában a János Kórházban ő, várakozó betegeket az Irgalmas rendi Kórházba. Tehát én ezekkel a megállapításokkal a kritika más része az arról szólt, és akkor megint csak a magyar nemzetes interjúból idézek, hogy romlik a a kerületben, rosszabb állapotban vannak az utak, a járdák, rossz a parkolási helyzet, és egyébként nyilván az utak minőségi, az a vezetés ingerküszövét is abszolút megütötte, mert hogy volt például tavaly egy fogadjon örökbe egy méterutat akció a második kerületben, illetve van egy applikáció, amin többek között a kátyukat is be lehet jelenteni, tehát ez valid ez a kritika, ha jól értem azért. Hát azt hiszem, hogy Magyarországon, Budapesten és gyakorlatilag bármelyik településen szerintem senki nem fogja tudni elmondani az elkövetkezendő tíz évben, hogy az utak állapota az tökéletesen rendben van. rendben van. Ez szerintem így van egy pár évtizede. Szerintem annyit útfelújításért és az utak rendbehozataláért nem küzdöttek, mint mi. Akár úgy, hogy a főváros helyett egy fővárosi kezelésben lévő és egy 12. közigazgatási határán lévő naponta több tízezer ember által használt szilágyi erzsébet, fasort, saját forrásból be, ö, felújítottunk. Ezt is nyilván lehet látványberuházásnak minősíteni, de az a, azok a mentőautók, akik például a János Kórházba közlekednek, vagy azok a buszok, akik a szilágy Erzsébet Fasonon közlekednek, azok nem hiszem, hogy ezt látszatnak. Jó. Kétség kívül, hogy ezek azért látványos beruházások is, hogy egy krátertenger helyett egyébként egy sima burkolat van. Az utak állapota az, az önkormányzatiságnak az egyik lényege, hogy azokat fejlesz-e. Nyilvánvalóan, hogyha a gépjárműadót, amit címkézetten erre lehetne fordítani, az, az megszűnik, akkor nehezebb helyzetben van, ezért kell például fogadj örökbe egy négyzetméter Hogy után. ne csak a konkrétan helyügyekről helyi ügyekről beszéljünk, hanem a, a, mintáról is, ami most itt a Fidesz és az ellenzék csatájában látszik. Ugyanez látszik ugye Gödön, ahol Kamerer Zoltán azért megnyerte ugye az időközön a polgármesterválasztást, ugye szombathelyen is korábbi olimpiai bajnok indítanak Ceglédi Csaba ellen Pars Krisztián személyében mennyire jó, mennyire könnyű meccselni egy sportolóval? Nyilvánvalóan kajakban vagy bármelyik sportágban szerintem egy olimpiai bajnok azért legyőzne egy regnáló polgármester tisztelt a kivételnek. Én azt De a politikában... hogy az önkármányzati politika az arról szól, hogy ott tényleg az emberekhez közel kell lenni, és egy bizony egy, egy nagyon erős szakpolitikai felkészültséget igényel. Én megfogadtam már a 2019-es választások során is, hogy az önkormányzati politikának talán pont az a szépsége, hogy nem az ellenféllel, nem a kihívóval kell foglalkozni, hanem a kerületnek az ügyeivel. Lehetőség szerint pártpolitikamentesen az országos csatározásokat kerülve, és ehhez szeretném most is tartani magam. Az, hogy Nekem talán inkább az a meglepetés, hogy az önkormányzati politika ez egy csodálatos szolgálat, és én nem is vágyom többre, mint hogy a második el polgármester legyek, amíg Ezt mindig, mindig rögzíti, igen. Ezt mindig, mindig, rögzítem, és nem azért, hogy, 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 hogy mindig rögzítem. Felhívják Pusztán azért, hogyha valaki például ott ül egy képviselőtestületben x éve, vagy mondjuk volt polgármester volt, akkor nekem azt nehéz megérteni, hogy országos politikára adja a fejét, vagy éppen, hogy valakiben kerületi szinten nincsen önkormányzati politikusok, vagy önkormányzati képviselők közül, akkor a ambíció, hogy még inkább ezt a önkormányzati mm. csodálatos világot egyébként tényleg hivatásaként éljen meg. Sok mindent lehetett hallani az elmúlt évben, hogy kiindul el, de orvostól, közéleti szereplőn, celeben keresztül, de nem a kihívóval Ugye nyilván millió ö, problémában együtt kell működniük a fővárosi önkormányzattal, például akár az utak kérdésében is. Ö, most egyre inkább úgy tűnik, az előrejelzések azt mutatják, hogyha az ellenzék úgy indul, ahogy ö, most az tűnik, tehát hogy ö, felaprózódva, akkor Karácsony Gergely újra elnyeli a főpolgármesteri széket, viszont a közülési többsége az valószínűleg nem lesz meg. Ez milyen helyzet elé állítja akár önt, mint kerületi vezetőt, akár az ellenzéket a fővárosban? Itt ö, szerintem nem az ellenzékről kell beszélni, hogy őket hogyan érinti ez, hanem az ellenzék és a budapesti választópolgárokat. Hogyha ők most megint azt fogják látni, amit szerintem az ellenzéki pártok nem igazán kezelnek a helyén Budapesten, hogy az egymással való vitatkozásról fog szólni az elkövetkezendő hónap, és szólnak részben az elmúlt hónapok is akkor, akkor egyszerűen a választók évek, kiábrándulnak. Évtized. Így van, tehát hogy most ő megint arról szól minden, hogy hol legyen előválasztás, az előválasztás milyen formában legyen, ki milyen listán indul, ezek teljes mértékben másodlagos és felesleges dolgok, őszintén mondom. Én nem is szeretnék ezzel kampányolni csúnya szóval, hanem itt azért van egy elmúlt négy év, amiben vannak eredmények, ahol vannak. És vannak tervek, ezekről kell beszélni. Az, amit az ellenzék most csinál, ez a veszekedő ellenzék, ez egy nagyon rossz irány, és ezt én számtalan helyen és számtalan alkalommal elmondtam. Ennek véget kell vetni, be kell fejezni, mert hogyha azt látják az emberek, hogy az az alternatíva, hogy arról beszélgetnek pártok, közéleti szereplők, hogy milyen felállásban induljanak, attól Budapestnek és a második keletnek sem lesz jobb. Önség Gergely, a második keleti polgármesterrel beszélgettünk, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm.